Ennyit a nyugi zenéről, amire végére beindult ez a kis lejátszás lista, úgy gondolom, üdvözlünk mindenkit. Hát Wind and Rain, Kliktek, vagy Kliktek és Kliktek, ki volt a pályán, Klikteket nem tudom elégszer elmondani. Igazából ez egy elég egyoldalú mérkőzés volt, egy-két felcsillanó fénysugárral. A Wind and Rain-nek ideje, hogy összeszedje magát, és valamit letegyen az asztalra. Ugye hát 7.22-ben már láthatunk komoly fordításokat ilyen helyzetekből, de azért ez még 7.21, tehát itt még a régi szabályok vannak. Szervusz, kedves Buci, kellemes. Szervusz, Livius, én is üdvözlök mindenkit, és rögtön pattanunk bele a választási és tiltási fázisba. A Kliktek-nek az volt a nagy szerencséje, hogy bármennyire is el kellett búcsúzniuk három tiltástól a kis késedelmük miatt, még így is piros oldalról meg tudták nyerni a mérkőzésüket, és ezért a múlt héten láttuk azt, hogy kék oldal abszolút nyerő volt itt az EBL-en, és mivel ugye úgy néz ki a felállás, hogy egyszer kék oldal, aztán piros, aztán megint kék, tehát nincs választási lehetőség, mint egyéb másba. Ú, és visszajön a durva zenénk. Amúgy egyébként már a Clean Feed-en is van kicsit zene. Kicsit talán hangos, tudom, egy picit. Van. Vagy hát legalábbis a múlt héten már volt, úgyhogy szerintem most is lesz a Clean Feed-en zene. Így van. Van is. Van választási és tiltási zenénk. Tehát piros oldalról hozták el úgy a győzelmet, hogy nem volt tiltásuk legalábbis az első fázisban. Én azt gondolom, hogy ez mindent megmagyaráz, és mindent erősségét megmutatja a Kliktek-nek, de azért azt se felejtsük el, hogy pont a Kliktek volt egyszer egy olyan meccsen a Nexus Gaming ellen, amikor azért kiengedtek egy picit. Igen. És el tudták veszíteni azt a meccset, de ahhoz kellett a Nexusnak is a nagyon jó, hát hogy is mondjam, észrevétele, hogy na most kell nyomni tovább, és akkor most be is tudjuk fejezni ezt a meccset. Aztán jöttek Kliktek is gyorsan 2x20 perc alatt elvárta a Nexus Gaming-et. De... hosszabb volt az első meccs, mint az utolsó kettő. Tehát... Valahogy igen. Közben egyébként itt vannak már a tiltások, a Rakan, Tristana, Ezreal és Karisztak, Xin, illetve vagy Jin és Azir. Hát most mondjam azt, hogy az OP-k, tehát igazából Jarmani kimaradt, és ezen kívül vannak még azért hősök, amiket el tudok ott képzelni, például Xayah, de azért amikor Rakan kitiltják, akkor annyira nem egyből érkező választás, viszont abban a helyzetben, amikor Tristana, Ezreal és Kalista is tiltva van, mondjuk Ezreal most már ugye nem lövész még ebben a metában, majd a következőben lesz az, akkor azért Xayah eléggé előkelő helyre ugrik fel a választási fázisban, de ennek lenni szerintem az előző Varus is tökéletesen működött, az elejét kihasználták és nem engedték, hogy elgyengüljön. Ennyi. De Xayah érkezik. Xayah érkezik bizony, de még mindig megvan a lehetősége Nikola Senpainak, hogy bármi mást válasszon, akár a tártad említett Varust, ami az előző meccsen jól működött, de még ott van akár egy Caitlyn is. 7.21-es percben vagyunk, ez az utolsó nap, amikor 7.21-ben. Így van, búcsú. Ugye kasztolunk és búcsúzunk ettől a frissítéstől. Csütörtökön már 22 lesz a tournament klienseken is. Frissítés. Így van, úgyhogy csütörtökön az EBL-t már 22-ben nézhetjük meg, ami tényleg, ahogy te is mondtad, hihetetlen fordításokra ad lehetőséget. Tehát egy nagyon snowball meta, vagy egy nagyon snowball frissítés ez, viszont egy olyan snowball frissítés, hogy mivel a másik oldalról is sebzőhősök vannak, hogyha valaki jól kezdeményez és jól pozícionál, akkor igazából pont a tankosság hiánya miatt igazából bőven lehet fordítani, még nagyobb aranyhátrányból is. És tudod, milyen meccset néznék most meg szívesen? Na. Flash Wars meccset. Oh. Én nekik volt mindig az a hibájuk, hogy 26. percre vesztettek, kész. 19 percnél vége a meccsnek, végigdorálnak az egész világot, senkinek köze se lenne hozzájuk. ez akár még be is válhat. Na, Nikola Senpai azt mondja, hogy Caitlyn-t hoz, és érkezik egy Galio, ami véleményem szerint egy elég jó kis flexibilis választás, illetve itt ebben a 7.21-ben már lehet egyébként egy ilyen félig sebző, félig tankos változatot építeni a Galio-ban, ami jó, és hihetetlen erős tud lenni. Nagyon erős a sebzése a Galio-nak. Szerintem középsősén nem egy egyébként. És a felsőre szakra kezei közé el tudok képzelni, de még egyszer egy fiórát, mindig jól működött az előző mérkőzésen. Az Alistárral sem volt gond, ahogy önmagában a Kalisztárral sem. Morgana tiltás viszont, nehogy Alistárnak a kezdeményezését, illetve a feldobásait meg lehessen fogni. Morgana azért nem rossz. Erre. Míg a Kliktek tiltása, hát lehet, hogy megint kihagyják, mert nekik nem kell. Én úgy gondolom, hogy azért most élni fognak az öt tiltás lehetőségével. Azért így a normális, és egyébként véleményem szerint eléggé jól jár el az eSport Balkan League azzal, hogy komolyan veszi az érkezéseket, komolyan veszi ezeket a dolgokat. Hát azért ez mégiscsak a keleti régió nagybajnoksága mondjuk, hogy... Igen, ez most egy összbajnokság. Ennek az első évadában vagyunk, ami egy meghívásos bajnokság, maradjunk annyiban, itt ugye 8 csapat kapott meghívást, 2 Magyarországról,
Team Horizon Reapers, illetve a White Cooler Master, a Team Horizon Reapers fog majd ezután a széria után játszani, illetve ugye kapott még meghívást egy görög csapat, a Greek Regenesis, a Klichtek, aki most játszik, ők horvátok, a Wind and Rain egy európai összeállás, összeállítás van itt norvég játékostól kezdve horváton át görögig, ugye Labrova a támogató játékosuk görög, illetve van Romániából a Nexus Gaming, illetve szerb csapatunk is van méghozzá kettő, az Asus ROG Elite, aki majd a következő mérkőzésen játszik, illetve az X25 eSports. Ma az a hár egyébként, nem vagyok benne biztos, hogy Gálióval szemben, bár két elég domináns karakter az ösvény fázisban. Még Gálió nem is azért, mert hogy megnyer az ösvényt, hanem azért, mert nagyon könnyen tudja takarítani minionokat, és nehéz őt úgy betolni a torony alá, hogy ő ne tudja azt azonnal vissza küldeni, és így van, középre megy. Sem pedig bennmaradt, ahogy egyébként például Lulu is, megnéznék. Amit Lulu, az Lulu-t itt van, kitiltettek, de Janna például bőven ott van. Hogyha már arra akarunk rá fordulni, hogy mindenképpen Caitlyn-t egy kényelmes pozícióba helyezzük, vagy akár egy Zillian, Zoltán, innentől kezdve egyrészt az újjáélesztések is jöhetnek, másrészt nézte a Viót, hát most bombák földjén pontosan ismételten eljöhet. Viszonylag ritka választás Zillian, de ettől függetlenül ilyen picit off metába, de bőven hozható szerintem, tehát hogy... Vio játszotta bőven az LBL-en, tehát működött is nála, szerintem jó volt, úgyhogy Cho'Gath viszont a felső esőjére. Labrov hozta ugye Oromnak. Az jó lesz. Az egy ilyen elég tankos felső esőjén, mind a kettő. Talán Shen többet segít bőven a korai szakaszban a csapatnak, a jó kis érkezésekkel és megvédésekkel. Tetszik a Klichtek kompozíciója, és nagyon ösvény domináns egyébként a Wind and Rain, legalábbis ha a középsőt és az alsót nézzük. Bár azért, hát azért Xayah van szemben Caitlyn, most igazából meg is hazudtolnám magam, hogy... Egyrészt azért, mert Caitlyn egy nagyon ösvény domináns, másrészt kapja majd a bónusz XP-ket még Zillian-től, tehát még hogyha lemaradna, akkor is vissza tudja hozni a támogatótársa, zónázni bőven tud Zillian, azért a területi kábításaival mindenképpen számolni kell, illetve azért a gyorsítást se felejtsük el. És amint kialakul az a lehetőség, hogy már hatos szintet ugye Székra meglépte, akkor te is mondtad, hogy egy ultival, egységben az erővel is megint csak lehet védeni a csapatot. Míg ugye a középső ösvényen tényleg domináns az a Malzahar, ez teljesen jó választás. Láttuk egyébként a világbajnokságon is, hogy mennyire jól működött például Crank kezében. De azért én azt gondolom, hogy Milica, illetve a Galio elég könnyedén le tudja szedni például a passzív pajzsot egy egyszerű háborús elével. Csak úgy előre küldöm, aztán csók, már is nincsen pajzsot, babám. Igen, csak ezt egészen nem tudja majd megjátszani, hogy megvan a hármas szint. Addig viszont a rémálmok miatt egyszerűen ki lesz szorítva az ösvényre Gálió, és egy nagyon korai hátrányba kerülhet. Nyilván ugye a szél az sokat fog segíteni a farmolásban, de addigra Malzahárnak lehet előnye bőven. Ezt kíváncsi ezt, hogy teleportos Malzahárt látunk egyébként majd, vagy esetleg égetéssel jön, mert azért a Gáliót nem könnyű egy az egyben megbüntetni ösvényen. Hát, vagy egy megtisztulással, mármint belegondolok abba, hogy mennyi felbőszítés van a Klichteknél, illetve egy komplett bombák, és még bombák mellett csapdák tengere, hát az valami szenzációs. Tehát azért azt mondjuk el, hogy Nicolas Sempey, illetve Edin ketten konkrétan szerintem egy ilyen két ösvényt le tudnak zónázni, úgyhogy te sehova nem mész. Hát gondold el azt, hogy szeretnéd megvédeni a tornyodat, amit éppen ostromolnak, vagy fordítva ők védenek tornyot, és nem tudsz közelébe férkőzni. Egyáltalán az ostrom szituációnak sem, ott vannak a csapdák, ott van tényleg a kettős bomba kirakás, hihetetlenül nehéz dolga lesz a Wind and Rain-nek, de ettől függetlenül például a dzsungelben nagyon hasonló ilyen off-tank, de azért sebzés hordozó karakterek érkeznek, Jarvan, illetve Rek'Sai. Hát szerintem itt Rek'Sai sebezni fog keményen. Tehát azért ugye van két tankja is már a Wind and Rain-nek, és a jó kis prédalesi utáni végső képességével ráérkezünk Caitlynre, akkor már azzal szinte ki lehet kényszeríteni egy korvarást, hogy egy egységben az erőt. Mm-hmm. Ez egy eléggé jó kombináció. Az, hogy Jarvan mit fog tudni kezdeni, az egyértelmű, hogy Malzahárnak nehéz dolga lesz vele, hiszen ugye a kataklizmából csak a villanással tudsz távozni, pokoli marok ide vagy oda. Oké, ez szuper. Xayah mondjuk, hogy a tolviharnak köszönhetően ki tud onnan jutni, ez rendben van, Alistar majd ledobja. Úgyhogy Jarvannak kezdeményezni fog, utána tank lesz, bennmarad, és él túl, amíg tudod. Körülbelül ez a szerepköre. Igen, ám csak ugye pont ezt szoktuk nézni, hogy mind Shen, mind pedig Jarvan jó arra a fajta, vagy legalábbis annyi ideig képes tankolni, és akár egy jó kataklizmával ott maradni, ameddig megjön majd Gálió végső képesség, a hősi belépő, tehát van lehetőség, van kombináció, nem egy, hanem több.
Pontosan, hanem több hát a Kliktek meg... csapatában, illetve ők vannak most forban, tehát 1-0-ra ők vezetnek a BO3-as szériában. És azt se felejtsd el, hogyha esetleg egy kataklizmára érkezik egy Gálió végső képesség, arra azonnal jöhet két bomba. Uh-huh. Újabb kábítás. Nagyon-nagyon tetszik ez a felépített stun komp. Ugye össze-vissza fognak kábítani mindenkit. Hát és teleport, teleport, amit kérdeztél, aha, hogy CBT mivel fog jönni. Teleport, 2 darab teleport van a Wind and Rain oldalán, míg 2 teleport plusz 2 végső képesség a Kliktek oldalán, tehát mind a Shen, mind pedig majd későbbiekben 2 szint után azért a Gálió ulti is eléggé nagy területre képes hatni. Égetések ettől függetlenül vannak, csak az alsó ösvényen. Mind a két csapat ezt választotta a támogató hősöknek. Hogy félre Alisztán abba a bokorba? Hát, igen, ne menj a magas fűbe. Mert itt nem raptorok, hanem ugye Alisztárok találhatóak. Igen, nincs egy meglepetés Alisztár a bokorról. Ugye anyu, Alisztárok nem létez, ott de... Nem. Martalóz hős kinézettel időközben Lavrov. Hát ő nem fog most kolompolni. Az nem, de nem is baj egyébként. Ez úgy jobban néz ki, tehát stílusosabb. Csak nincs kolomp. Első hőskinézetem Alisztára. Igen? Igen. Mert több is van? Hát több is van, persze. Fekete Alisztár? Az nincs sajnos. Hát meg lenne, akkor még valószínűleg már az accountom nem lenne meg, tehát hogy... de hogy... De nem, persze megtartanám egyébként, azért az eléggé nagy menőség, hogyha van egy fekete Alisztárod. No de... Ettől függetlenül ugye a teleportokat már ki is emeltük, illetve a felső ösvényen Csoket is egy Doran gyűrűjével kezd, hasonlóan egyébként, ahogy a középső ösvényesek teszik ezt meg. Úgyhogy ilyen Doran tárgyakból mindenki jól bevásárolt Pajzs Shennél, illetve Proxynál. Ez így van. Hát ráérünk, látszik is egyébként, hogy Cyan-nál is Pajzs van, ahogy te is mondtad. Kell is az ösvényére, azért Nikolás szempálynak bőven lesz esélye dominálni a sajátját, míg Szakre ugyebár folyamatosan csak farmol, kis kellemesen, viszont farmolja nyolomnál van egyelőre. Én is úgy gondolom, hogy ez talán azért olyan szinten várható is volt, hogy majd a Tiamattal fog igazán ösvény domináns, vagy legalábbis farm domináns lehetőségre kerülni, miközben kék lopás ide, illetve a másik oldalra ugye nem? Mindeket nincsen. Ja, igen. Sárp nem tudott kéket szerezni, a BK-t tulajdonította el majd a farkasokat. Az alsó esélyen pedig kellemesen csak nézik egymást a srácok egyelőre. Itt pedig, amiről beszélgettünk, hogy azért a rémálommal lehet farmolni bőven, de Gálió nem annyira érezte ezt meg. Itt Alisztár, hoppá! Nem viszed sehova a BK-t, barátom. Itt pedig életedőt kap vissza. Ilyeneket régen én néha véletlenül csináltam, tehát hogy besegítek a dzsungelesnek, és így kilöktem neki onnan az erőt. És visszajött legalább. Hát még nagy nehezen, de hogy volt ilyen, emlékszem ilyesmire, de most egyébként ez egy akadályozás volt, illetve hát legalábbis időadás, hogy Sharp visszatérjen, kettős erősítés, és szint előny közben Kalunál. Így van, vörösszedre, hát mind a kettőn a feldobás jó. Kalu viszont távozik, Préda leső, talál-e? És kezdeményezés, a villanás nem a legjobb, Kalut nem sikerült elkapni, viszont itt van Proxy, Kalu menekül, szép a menekülés. És ezzel villanás pazarolt Sharp. Uh-huh. Azt akartam mondani, hogy ez pazarlás volt. És nem volt pazar már, mint legalábbis nem tudta ezt követően CC-zni tovább. Maximum csak minimálisan lassítani a pirosnak köszönhetően Kalut. Egyrészt megkapta a bónusz gyorsaságot a Wi-Fi spotból. Innentől kezdve pedig nem volt nehéz hát elmenekülni. Az EQ kombó ismételten elérhető vált, így nem kellett villanni a Kalunak. Az első sárkányunk pedig pokoli sárkány. Ez kifejezetten jó lehet igazából mindkét csapat számára. De nagyobb előnyre igazából egyik gárda sem tesz szert az első 5 percben. Bizony. Hát valam pedig érzi azért a Pajzs mögöttről érkező támadásokat. Ugye ilyenkor nem tud a vorbális tüskékkel sem visszaadni pofont. Az alaptámadásoktól megvédi. Tehát ez még azért idő itt. Azért a felső ösvényen nem sok gyilkosságra számítok feltétlenül.
hatos szint előtt. Igen, itt valószínűleg nagyon outplayelni kéne valakit ahhoz, hogy ez, uh-huh. hogy ez sikerüljön. Azért láttunk már nem egyszer olyan tankos kijátszásokat is, amik ezért megadták a lehetőséget annak, hogy akár egy-egy gyilkosságot is el tudjanak hozni. Hazatér egyébként időközben Oromé, és egy tolvajsúranóval lesz gazdagabb. Míg ugye Szekrém nem ment haza, ő azért még lefarmolja ezt a hullámot, és mivel ő ugye sen, ezért hatos szintet meglépvén, akár még majd teleporttal is kijöhet az ösvényére, úgyis lesz egy ultia, amivel be tud csatlakozni majd egy-egy csapatharcba. És egyelőre ugyanilyen lassú lendületi mérkőzésünk van, mint az előző volt. Hasonlóak a kezdeményezések, a srácok nem túlozzák el, viszont a Klikteknek pont erre volt szüksége az előző mérkőzésen. Megvárták, amíg összejött nekik, amíg szükségük volt, aztán azt mondták, hogy na srácok, akkor megyünk, feljebb kapcsoltuk egy lendületet, és áthaladtak a Winden Rainen, mint egy könnyebb lendületen. Hát, mint egy könnyebb szintű bukkanon konkrétan. Mm-hmm. Észre se vették. Ilyen fekvő rendőr volt körülbelül. Paramnyi, hogy kifekvő rendőr, tehát azért ezzel óvatosan. Jó, jogos. Sorry, Hell. Hell mesél erről, igen, igen, pontosan, mert tudom, hogy most nekiáll azonnal, mindig ez van. Akkor mi történik, meg hogy, meg mert? Rabrop bement egy kezdeményezésre, de neki annyira most a torony sem fájt, illetve nem volt már túl sok manája Proxynak, igazából a farmolásra állnak. Na és azért most már szépet cserélulom, Oromé. Most hazamegy és visszajön, Szákrad, ez egy... A bekebelezés nélkül csinált ezt, tudom, én jól látom. Az mondjuk úgy tényleg szép. Az úgy valid. Szákradnak haza is kell mennie. Feldobás. Ott a számítás, és az első gyilkosság azonnal. Na, de erről beszéltünk. Tehát, hogy ez az agressziónak az új definíciója. Tehát, mi az az agresszió, és ezt így megmutatják konkrétan. Szerintem igazából Szekre nem tisztelte azt, hát hogy, hogy van bekebelezés, van villanás, és van némítás is, tehát simán csak vissza kellett volna vonulnia körülbelül a kettes szint torony, illetve a két torony közé, mert odáig nem ment volna valószínűleg el Oromé. Hát nagyon nem. Sok tapasztalati ponttól, illetve miniontól bukott volna el ez a Shen. Viszont így egy gyilkosságot adott Oroménak, és meg is érte valamilyen szinten a villanásával így ezt elhozni. Hát, hogy Szakra azt gondolta, hogy el tudja villani majd, ha megérkezik Oromé kezdeményezése. Hát, de ott a némítás. Hát így van. Gyorsabb volt a némítás, mint hogy Szakra reagálni tudott volna. Itt pedig nem hoznak sárkányt, Milica remek kilépésének köszönhetően. Jobb a lendület egyelőre. A Winden Rain gárdájánál. Sharp talál itt valamit. Valami van a levegőben. Az pedig egy vörös szeder, hát lopás jelenleg. Van, volt jó sújtás egyébként Sharpnak is. Csak nem látta, akkor jött fel pont, és azonnal jött a sújtás. Milica pedig viszi előre a minion hullámokat. Szakri pedig így egy picit lemaradt, bár a Tiamatot mivel meg tudta vásárolni, hogy igazából túlságosan nagy problémája, neki nincsen, ki is használja az aktívját, viszont hogyha folyamatosan kapja a warpális tüskéket, akkor bizony baj lehet, szép az árnyékugrás, Sharpnak pedig, de kis nyugodt. Ez érdekes volt. Megszálljunk. Érdekes volt, hogy Sharp hagyta, hogy szaladgáljon mellett a Kalu. Jó, a feldövesített Lavrovtól, ott van a kataklizma, és jön a Gálió végső képesség, majd az egységben az erő. Sharp pont ki tudta játszani, és megérkezik közben a sebzés is. Sharpnak így viszont meg kellett halni, a Tiviti van bajban, gyönyörű a felbőszítés, majd egy bomba, majd még egy bomba, majd egy halott Malzahar. A gyilkosságot sen kapja meg. Így teljesen ki is egyenlítette jóformán ezt a kis lemaradását Oroméval kapcsolatban. Lavrov pedig már nem tudta bántani. Uh-huh. Ez gyilkosság lesz, hiába van korvarázs, viszont itt van Gálió. Nem is kell a korvarázs. Gálió remekül fedezte társát. Itt a tökéletesen játszotta meg ezt a Gáliót. Azért ez most rizikós volt a Kliktektől, de hát aki tudjuk, hogy nem mer, az nem nyer. Bejátszották. Illetve van két olyan végső képesség, ami rögtön le tudta védeni, és ugye erről beszéltünk, hogy persze még most annyira nem tankos ez a Jarvan, de annyira viszont pont életben tudott maradni, hogy a bónusz pajzsot, ami Shen-től kapott, illetve Milica érkezése igazából megfordította a helyzetet, és talán picit szerencsétlen volt, hogy TVT nem tudta megölni a némító kapuval. Hát igen. De látjuk, hogy ki lesz igazából a tank ezen a mérkőzésen, Székra, illetve Kalu Gigi. Ugyanis korok pálcáját vásárolt Milica első tárgyként.
Pedig Sharp pedig sebezni fog, ha jól látom. Tehát akkor ez mégiscsak a sebzős Rek'Sai lesz. Igazából hiába játszott, aki remekül a belépőt, ugye a hősiesből lépőt, ennek ellenére hát meghaltak. Itt pedig Sakre van, komolyabb bajban Csogáttal szemben. Nem tud mit kezdeni egyelőre vele. Annyi páncélja van ennek a Csogátnak már most a jégkori lepelből, illetve a cipőből, hogy az valami szenzációs, nem nagyon lehet vele mit kezdeni, nem fogja tudni lesebezni az egy darab tiamatos sen. És így egyébként, hogy meg folyamatosan talált a képességeivel, hogy azért ő nyerte a cserét, illetve elhúzott egy laza 10-es minion farmmal. Ez köszönhető talán inkább annak, hogy ugye Székrenek ott kellett hagynia az ösvényét. Cserébe egy gyilkosságért, illetve egy támogatásért. 2-1-re módosul így ezen állás a Kliktek javára. Némites ugyan talál, de már hamarabb elkezdte. Azt pedig pokoli marok, Sharp jött segíteni, de Kalu is itt van, Milica villanhat, nem villanhat, teleport. Mert nem tesz ide, jön egy teleport bizony. A feldobás jó, Kalu fordul, Tiviti próbálja büntetni, de már itt van a Csogát, a feldobás jó, Tiviti viszont meghal. Ahogy, illetve Kalu halt meg, Tiviti tudott elmenekülni a villanásának köszönhetően. Itt pedig egy ugyanolyan támogató piszkálódás, mint az elmúlt 23 alkalommal. Egyelőre ezt most a Windendrain remekül cserélte. Nem volt végső képességes ennek, talán ez volt az egyetlen, ami úgy hibázott, hogy így a visszafordulás a Kalunak kicsit hát túlvállalás gyanús volt. Egyébként Sakre el fog futni, hiába. Ó, az viszont a feldobás jó, de Sakret így sem lehetett elkapni ennek ellenére. És megint megállítja a Kliktek a sárkány szedést is, és talán megint csak nagyon fontos, igen. Mert oké, szépen elhozott egy gyilkosságot Windrain, de megint csak olyan helyzetbe került, hogy kétszer voltak már előnyösebb szituációban, hogy sárkányt hozzanak, és egyszer sem tudták ezt megtenni. Így viszont azt a bónusz 8% sebzést azt nem tudják kihasználni. Sőt, semmilyen célpontot nem tudtak elhozni konkrétan, tehát nem csak hogyha sárkány, tornyokat sem, és ha most ezt a Kliktek elhozza, akkor ez egy erős facepalm lesz egyébként. Nézd meg, a középső ösvényes dominancia van. Ugye Csacsi mondta azt, hogy azért hasonlít például a LOL, a sakra, amit ugye nagy bezsben művel. Na, lesz harc, vagy elmondhatom. Na srácok, döntsétek el. Most döntsétek el, a feldobás jó, majd utána egy kábítás. Labrov viszont törhetetlen akarat, ott a pokoli marok, Milicát meg lehet állítani, de ott van a szél is. Nagy a sebzés, Proxy lehet bajban, próbál menekülni, Milica így viszont ő pozíción kívül van. Nikola Senpai pedig visszamenti, el kell villanni, ott a sárp végső képesség korvarázsa lesz szükség, srácok, az már nincsen. Így ezt nem lehet megvédeni, egy újabb gyilkosság annak a Malzahárnak, ráadásul rögtön 2-6-2. Itt ezt a korvarást nagyon-nagyon elkapkodta Edin. Kidobta Kalura egyébként, és nagyon szépen fordult le Kaluról a Windendrain. Bármennyire is beugrott egy kataklizmával, már akkor lejárt egyrészt a korvarázs. Így ugye sem Milicára, sem Nikola Senpaira nem jutott ezen végső képesség. Talán hagyni kellett volna, hogy Kalu meghaljon. Tehát ő már így is, úgy is, mivel nem tudott kijönni, mert éppen nem volt kombója, se villanása, ezért talán őt kellett volna hát hagyni meghalni, és talán Milicát kihozni a buliból, míg az, hogy Nikola Senpai miért volt ennyire agresszív, az látod egy nagyon jó kérdés, ugyanis ez még nem Caitlynnek az időszaka. Egy tornyot ebből ugye el is tudott hozni a Windendrain csapata, tehát így átveszi az arany előnyt az európai gárda a horváttal szemben. És a középső ösvényen lehet erre, vagy lehetne erre válaszolni, míg a felső ösvényen Oromi az, aki nagyon szépen tolta föl a minion hullámot, és ezzel az ösvény cserével egyébként meg lehet a második tornya is a Windendrainnek. Bizony, szép kezdés, de még azért akkora előnyük nincsen a Kliktek-nek, csak egy aprócska visszatérésre van szüksége. Egy jobb csapatharcra, vagy esetleg egy hírnök elhozatalra, és annak közel ledolgozhatják az arany hátrány, de az biztos, hogy ezerszer jobban partiban a VAR csapat, mint az előző mérkőzésen, bármikor. Sőt, vezetnek is. Reagál közben a Kliktek erre az ösvény váltásra, tehát mind Nikola Senpai, mind pedig Edin fönt van már a felső ösvényen, próbálják valahogy védeni azt a tornyot, míg Sharp, illetve Kalu is a környéken áll meg. Valószínűleg egyébként az 5 perce élő hírnökre szeretnének fordulni, és ezt szeretném megakadályozni a Kliktek.
hogy egy jó torony elhozatal után vagy előtt meg lehessen ezt fogni. Kettő. Jó a kábítás. Szempány is érkezik, Kálu is itt van, feldobás jó, törhetetlen akaratot még nem kellett elhasználni. Hát és jön az égetés, ott az akarat, viszont menti Szeje társát, hát nem találnak a bombák, de Labrovit meg fog halni, a gyilkosságot Nikola Szempány hozza el. Hát jó sok mindent azért kilőttek, illetve nagyon sokáig cicáztak Alistárral, de végül is a gyilkosság megvan, Székra nagyon szépen csúszik ismételten ki a feldobásból, viszont így ugye számára ezen képesség mindig defenzíven kell, hogy elhasználásra kerüljön, és a hírnökre pedig ember előnyben fordulhat a Kliktek. És ez a különbség, hogy a Kliktek azonnal célpontot tud hozni, amint ember előnye van, még a Windenrénnél van az a körülbelül 3 másodperces csúszás idő, hogy srácok, most mit csináljuk? Ez, ó, nem, az már késő, mert már odaértek az ellenfél játékosai, nem tudunk mit csinálni, és pont mind a két sárkány kezdeményezésnél ez a 3 másodperc hiányzott körülbelül, hogy nem azonnal érkezett a hívás, hanem egy kicsit még tökörésznek, hogy most mi fog történni, és így a sárkány és a hírnök is a Klikteket illeti. Cserébe elhoztak még egy tornyot, tehát a felső ösvényen, amiről beszéltünk, hogy Székra nem nagyon tudta megvédeni a saját tornyát. Végül is a minionoknak köszönhetően bedöntötte a War. Majd nehezen. Kérdés majd, hogy hova fogják kihasználni. Ajjaj, itt viszont Kalu lehetne bajban. De jön a hősies belépő és a feldobás. Viszont villantiviti a pokoli marokért, aztán Sharpot eltakarítja Milica pillanatok alatt. Megpróbálják Kalut még megbüntetni, de Tiviti biztos, hogy meghal. Kalu pedig még mindig bírja. Orom ott van, hiába viszont egy kábítás itt is van a nyakadba. Az nem volt jó Kalutól a menekülés, viszont szép, és el lehet tüntetni azt a csogatot. Kihozza a gyilkosságot, lehetséges, hogy Shen, sőt, biztos. Itt a visszatérés, amit mondtam. Hát és itt van az a sebzés, amiről beszéltünk, hogyha sebző Gáliót hoz valaki, láttad mekkorát kombózott rá, szegényként nem, de az a baj, hogy tényleg nem számít erre annyira az ember, hogy jó, megszoktam már, üző Gálió tank, aha, aztán utána rád robbant 3 képességet, meg egy passzív támadást, és véget konkrétan, teleporttal próbálják az védeni ezt a tornyot. Ez felesleges volt. Méghozzá TVT próbálta ezt. Ez megint ugyanaz. Amikor kábította nagyjából Milicát, ugyebár Labrov, ha akkor kezd el teleportálni TVT, akkor oké, viszont akkor még nem tudott. Tehát jó. Akkor épp, hogy felélett. Ez most... Sajnálom az ilyen gyermeki hibákat egyébként. Egy jól elkezdett mérkőzésen az ilyen taktikai hiba nagyon sokba kerülhet. És Milica már is megkapta azt az előnyét, amire igazából szüksége volt. Farm előnye van, torony előnye van az ösvényen, illetve már tárgyelőnyben is van egy féltárgyas előnyben. Körülbelül neki már kész van a Liandry, még csak a kísértő állarc van meg TVT-nél. 3-1-2-es. Azaz ötgyilkosságban volt ő is, Székra is, Kalu is, aki részt vett, ők eddig a legtöbb KP-val rendelkező Kliktekes játékosok. A következő sárkány pedig nem sokára éled, és akkor majd megtudjuk, hogy milyen sárkány lesz. Arra forog egyébként a Kliktek, lehet, hogy meg akarják ölni Oromét is utána sárkány. Hát igazából sárkány is elég. Bizony, itt a sárkány. Ezt is a Kliktek hozza el jelenleg. Hát egyértelmű a célpont előny a Klikteknél megint. És most már aranyban is vezetnek, tehát a Windenrén eddig elvesztett nagyjából mindent, amit kidolgoztak, egyetlen egy torony előnyük van, de a hírnök még nem érkezett meg. Tehát ezt lerakják, és körülbelül azonnal eldől egy torony. Kérdés az, hogy melyik ösvényre szeretnék ezt majd kihasználni. Felső ösvényen viszonylag sokan vannak most, vagy azon a környéken. Ott a Windenrain-től szép egyébként a visszafejelés Labrov-tól, tehát nem volt teljes a kombó. Kalu GG-től. A proxy azért villant, hogy megúszta ezt a helyzetet. És ebből a szempontból nagy előnyre tett most szert a Kliktek megint csak. Minden egyes lépésük ki van számolva, és egy apró előnyt ad nekik. Így van. Itt viszont egy jó csapda lehet. Edinre megy a kezdeményezés, és Labrovék lemaradnak. Hát egy kis Forma 1-es autóval ennyi. Felső ösvényre egyébként Milica, illetve Kalu GG párosa jön a hírnökkel. Ez egy szép nagy sebzés lesz, de valószínűleg... Ez torony. Hát azért még most megjött mindenki. Így már nem, igen, így. A Vortól. Volt itt azért sújtás is, illetve tankosság is. De jönnek a minionok és jön Caitlyn is, a feldobás se rossz, majd a villanás szintén Sharptól. Így viszont a tornyot ők már hátra akarják hagyni, de a Kliktek pedig vérszagot érez és harcolni akartak. Majd utána, amikor megérezték, hogy a Windenrain menekül, azonnal akkor itt a torony nekünk, ez is jó.
ennek ellenére Orami viszont növekszik folyamatosan, és a Csogát előnyben van. Így van, és az, hogy ott hagyta székre az ösvényét, megint csak mehet majd előre. Ha Sárpot viszont megölik, az egy nagyon korai baronnal sor is lehet akár. Károlynak van végső képessége, de társai nem feltétlenül. Azon gondolkodtam, hogy milyen jól néznek ki, nem, hogyha lenne egy Zilean a Freddy és Béni, vagy felgyorsítja őket, és pintelnek a kis ízék, autójukat, hogy végigfutják az egész pályát pillanatok alatt. Jó. Időközben jönnek azok a tárgyak, például székrehez, amik azért a gyógyítások ellen tesznek, és azért ez érthető. Sok embernél van ilyen képesség, akár passzívból, akár beépített gyógyulás. Gondolok itt a bokor mellényre, Sennél. Másik oldalról Varmok készült el Orominál, tehát őt mindenképpen meg kell ölni egy csatában, hogyha azt akarja az ember, hogy utána ne legyen számottevő hozzá fogásra a játékhoz, ugyanis egyszer csak visszavonul, föltöltődik egy bokorba, aztán csókolom. 8 darab jelzője van. Ez ugye a kettő gyilkosság plusz a 6, amit mondjuk szörnyekből vagy minionokból szedett el. Hát igen, ezért is lenne jó például még egy-egy sárkány, vagy valami olyan nagyobb szörny, amire rá tudna harapni Csógát. Ő nem szereti a kis falatokat. Ő az, aki itt. Úgy, mint a régebben a Batman filmben, hogy mit parancsol? Mindent. Mindent, ami a konyhában, mindent az úr. És tudod, akkor kezdjük az evőverseny, amit természetesen megnyer. Innen is szeretnénk a tiszteletünket adni kedves úriember előtt. Hát az egy generáció nőtt fel az ő filmjein. Tehát... És ugye az a furcsa, vagy valamilyen szinten, hogy nem tudom, Olaszországon kívül, meg nem tudom, Magyarországon kívül, meg talán itt még a... Balkán. Hát vagy legalábbis nem, talán Lengyelországban, vagy valahol még vetítették ezeket a Bud Spencer Terence Hill filmeket, de máshol igazából ennek nem volt kultusza, tehát hogy ez ilyen sajátosság, de ettől függetlenül szerintem eléggé más világ voltak, hogy kicsit jobban el voltak választva a dolgok egymástól, de ennek ellenére szerintem mai napig, tehát nincsenek benne ilyen véres gyilkolászások, stb. De nagyon vicces, az a legjobb benne, meg az effektek is, ugye minden pofonnak megvan a saját külön hangja, zseniális. Időközben ugye már kiegyenlített a kliktek mindenben, tehát mind a gyilkosságban, mind pedig a tornyok lemaradásában, és így kialakul egyébként a klasszik aranyelőny, vagy legalábbis az az aranyelőny, ami teljes mértékben elmondható, hogy ez a két csapat közti különbség, ez közel 1600 aranyra rúg, méghozzá a horvátok javára. Kalunak kell kijönnie, mert a baron Nashor elkezdte őt hihetetlen mód sebezni. Ez a baron Sárp Nashor egy picit fölbőszítette ezt a hatalmas szörnyet. Teleportok vannak, megállítani mindkettőjük meg tudja állítani ezeket a teleportokat, hogyha arról lenne szó. Újabb toronyért jöttek liktek, de most viszont a Windenrain jött harcolni. Milica kapott a sebzést, mert Sharpot darabokra tépik közben. Ennek ellenére ő nem tudja befejezni, de az volt a vicces, hogy Sharp kezdte a bulit. És nem az, hogy nem tudott bemenni a harcba, hanem hogy Milicával 1v1-ben nem bírt el. Tehát itt ő szeretett volna egy három emberes feldobást kivitelezni. Op, ez egy Galio, akkor hagyjuk. Akkor hagyjuk, maradjunk annyiban, így van. És ezt mindig úgy kapta meg, hogy volt már egy kísértett kámzsa rajta. Tehát, hogy így. Azért az a bónusz égetés, meg a Lyandrinek a varázsát ütése, azért az elég szépen megmutatkozott, hogy ne húzz újat Milica Galiójával, mert tényleg halálazán le egyezte Sharpnak a Rek'Sa-ját, és ez az ilyen... 2-3, tolvihar, viszont a felbőszítésbe fog egyenesen beleesni, és Nikola Senpai sebezhet tovább, viszont Proxy ki tudott jönni onnan a tollakkal, és le lehetett radírozni a háttérben Zileánt is, Milicának is elfogyott az életereje, na ez most talán jobb csapatharc egyébként a Windenrainnek, meghal Caitlyn is, és ezzel 3-0-át cserélnek már most, tovább viszont egyelőre nem mehetnek Kalu, nem nagyon tudott hozzátenni ez a csapatharchoz, és nagyon szép volt, amit Tiviti csinált, hogy azonnal kikapta Edint az egészből. Így van. És ez volt a kulcs, mert hogyha Edin rá tudja pakolni Milicára a végső képességét, akkor ez fordulhatott volna már, mint itt a kocka a kliktek részére. Na nézzük, Kalu be tud-e ugrani egy jó lopásra. Szintelőny nincs, villanás van, sújtás van. De rálátás nincs. Csak az egy zászló. Így van. És így megvan! Kalu el tudja vinni! Jézusom, Úristen, ha Windenrain innentől kikap, akkor... Áú!
elegánsan becsúszott a még bent lévő zászlóra, aztán nyakon vágta egy sújtással a baronnasort, meg a Windendrének az esélyeit is. Pont nem volt egyébként semmilyen olyan, vagy hát legalábbis fordulhatott volna talán egy jó Malzár ultivatőbb, ez pont nem volt még egyébként elérhető, most pedig a pokoli sárkányra még fordulnak, egyszer, nem? Még egyszer ilyen nincsen, viszont itt van Milica. Harc viszont lesz, és a pokoli marakkal azonnal Milicát fogják le, még egy feldobás, ember hátrányban harcolnak, ne felejtsd el, viszont baronnasorral megerősítve meghalt Lavrov azonnal, és indul a buli, a sebzés kijön, Milica közben elporlat, de még mindig sebez ez a Caitlyn, és most megpróbálja megölni Proxyt, viszont fordulhat Xayah, ez nem sikerül. Caitlynnek van sebzése, a feldobás tökéletes, Edin tud-e adni, nincs korvarázs, nem tud segíteni, nem. Hiába gyorsítja fel ellenfelét, illetve társát, és villannia is el kell még. Így viszont kettő emberen marad a baronnasor, ha Sacretit nem tudják megbüntetni, és őt nem tudják, hiszen ugye Kalun nem volt. Így van. Sőt, Edin sincsen, tehát akkor csak Sacre maradt meg. Igazából ez a baronnasor lopás, ez tényleg csak arról szólt, hogy lopás, hogy legyen meg ez a baronnasor, és ne adjuk át a lehetőséget a Windenrainnek. Ha jól emlékszem, egyébként a Cliktech pont egy ilyen szituációban kapott ki a Nexus Gaming-től. Ők vezettek éppen már majdhogy nem mindennel, elrontottak egy teamfightot, a Nexus elhozta a baronnasort, és 2 perc alatt, vagy 2,5 perc alatt betolta a bázisig az egészet. Nem mondom, hogy ez most meg lett, vagy meg lehetett volna a Windenrainnek, akkora nagy előnyben nincsenek, olyan gyorsan nem feltétlenül tudják most tolni az ösvényeket, illetve a tornyokat pusztítani, de ettől függetlenül sokkal nagyobb előnyben lehetett volna a War csapata, hogyha ők szerzik meg a baronnasort. Az, hogy most egy emberen megvan a Cliktechnél, az jóformán maximum annyiban számít, hogyha most találkozik Székre Oroméval szemben, akkor nincs akkora lemaradásban a 4-1-3-as csogáttal szemben, érted? Talán ennyi lett volna a jó dolog, miközben az első adaptív sisak el is készült. Székron lesz TVT ellen kifejezetten egy jó választás. Kálló pedig csak püffeli a sutyit. Szegény kis rákocska. Na, hát TVT azért tud sebezni. Látjuk, hogy a pokoli markai kulcsfontosságúak, és nem nagyon van válasz, mivel általában Milicát fogja le, vagy Edint, és kettőjük együtt tudnának. Oppa, feldobás viszont egészen jó. Megpróbál onnan menekülni csogát, de azért eszi a sebzést, bőven is meg is kéne halnia. Még egy sebzés, ott a kataklizma nyakába, azzal pedig őt be lehet fejezni. Most viszont szájtank nélkül marad a Windendrain, mert meg kell ölni azt az Alistart is. És még csak most jött meg Sacre, ott a felbőszítés, és egy újabb gyilkosság. A Cliktech átgyalogolt az eddig sokkal jobban csapatharcoló Windendrainen. Közük nem volt a harchoz. Nagyon gyorsan kiszedték ugye az elpozícionáló Oromét, utána igazából Lavrov se tudott mit segíteni, illetve nagyon szépen játszotta meg a csapatharcot a Cliktech. Nézd, mit csinál Sharp? Nem engedi a minionokat a középső ösvényen, nehogy tudjanak endelni, ők viszont inhibitort így is hoznak, hiszen nincsen szükség egy semmelet, és lehet, hogy mérkőzést is megpróbálják. Nincsenek itt a minionok, próbálják megbüntetni Xayah-t, ami sikerülni is fog. Proxy viszont meghal, Sharp pedig le van maradva, de már csak 2 másodperc Lavrovig, 5 pedig Oroméig. Minionok nélkül a tankokat is sebzi az a torony, és nem is tudják eldozni. Sikerült ez a kockázatos húzás, megmentették a esélyeiket a mérkőzésen. Teleport, kiment. Így van. És jön is Aromé, most érkezik egyenesen szembe, ott van velük szemben TVT is, óriási az a csogát, de a kábítások jók, micsoda feldobás Alistartól, Sacre viszont remekül menekül, Edin is el tud futni, itt a kezdeményezés Sharptól, Nikolá az, aki nem tudna már sehova se elmenekülni, és Sacret is fel kell áldozni, hogy ne is be tudja még fejezni viszont Lavrovot, ami szép csere, így 2-2, hiszen ugye Proxy is halott még éppenséggel, Milica pedig csak kellemesen sétálgat. Igen, milyen szerencse kb, hogy azért az a Titán Hidra még elérhető volt ott nála. Ki kellett használnia ennek aktívját is. Közben Sharp szeretne pirosat lopni. Hát, sújtás miatt egyértelmű. Sújtás kell, pontosan. Bizt. Milicán van piros. Van, de elhozta Sharp, igen. Tehát Milicán már rajta volt, amikor ütötte Sharp a pirosat. Ez így szép, meg jó, de ezért hihetetlen sok mindent áldozott a War. Tehát kiment a teleportja Oroménak, villant, Sharp. TVT is teleportált. TVT is teleportált, pontosan. Lavrov. Mindent bedobott. Mindent bedobtak. Tehát, és az a nagyobb baj ebben a mindent bedobtak szituációban, hogy se sárkány nem volt, se baronnasor nem volt, hogy egy ilyen
gyilkosság özön után bármilyen olyan célpontra lehessen fordulni, hogy mondjuk cserébe egy tornyot mondjuk a középső ösvényen megszerzünk. Tehát jó, egy visszavonuló csapatot, ahol kevés életerő volt már a kliktekes rácoknál, leüldöztek, és szép kezdeményezés volt, tehát nem azt mondom, hogy nem játszották ezt meg szépen, csak ettől függetlenül túlságosan sokat nem tudtak ebből kihozni, arról meg pedig hát már 6 gyilkossággal rendelkezik. Ha ezt mind bekebelezésből tette meg, bár valószínűleg nem, de attól függetlenül meglehetősen, ha Jézusom Sharp, apám, te mit kapsz? Hát egy háború szerint. Azt pedig Proxy mit kapott, és mit kap Alisztár, te Jézus Úristen! Ha meghal Proxy, akkor a mérkőzésnek vége van. Proxy ugyan meghal, de a hátsó sorban bünteti Caitlyn-t is, de ott a hősies belépő, és óriásit ment Nicole Sampaion, aki így viszont darabokra tépheti a teljes frontline-ját a Wind and Rain-nek. Nem lehet megölni azt a Caitlyn-t, hát nem igaz! Az pedig egy halálpontos fejlövés végül. Sikerült letakarítani egy csogetet is a pályáról, így már csak is kizárólag TVT maradt, egyedül pedig nem lehet mérkőzést nyerni ebben a játékban, legalábbis 1v5-ös csapatharcban biztosan nem. Ász. Ez pedig sikerült egy kristálytiszta ászot hozni. Edint mondjuk be kellett áldozni, szóval végül nem az. De ki a fenét érdekel akkor, amikor a mérkőzést meg fogja nyerni a Cliktek, és gyönyörű szép játékkal egy kicsi hátrányból is vissza tudtak térni. A Gálió óriási szerepet töltött be ebben. Már rajta van a kis sipka is a fején. 2-0 a Cliktek-nek, gratulálunk, és így ők visznik az első helyet jelenleg. Abszolút, maga biztosan 3 megnyert mérkőzéssel, összességében egyszer kaptak ki a Nexus ellen, az is egy elszámolt meccs volt, de azt láttam ezen a mérkőzésen is, hogy hihetetlenül jól kommunikál a Cliktek, illetve amit itt a végén is megmutattak, az az utolsó utáni pillanatban kiadott Iron Solari medálja Nicole Sampaionra, az valami hihetetlen volt. Bizony. Tehát már mindent kihasznált. Elmenekült a sejemövvel, csúszott, forgott, próbált, mindent megpróbált, de utána az egy lélek jelenlét, ami Kalunál ott volt, és azt mondta, hogy én vagyok a megmentő, a... ez egy tényleg ez egy support Jarvan volt. Igen. Igen, gyönyörű volt. Ott volt nála egyrészt a lovagi eskü, másrészt ez az Iron Solari most életmentő volt. Hihetetlen szépen játszották ezt meg. Sokkal jobban, én picit azt néztem, hogy jól tud csapat harcolni a Wind and Rain is, de valahol a Cliktek szerintem nagyobban látja a pályát, nagyobban látja a lehetőségeket. Volt az a középső ösvényes csapatharc, amit ugye utána le tudtak még teljes mértékben követni a középső ösvényen, abból hozták ugye az Inhibitort is, minden. És ott is például látszott az, hogy jön a Shen ulti, de egyrészt nagyon messze voltak ahhoz, hogy be tudja bőszíteni őket, tehát akire érkezett a Shen ulti, tehát Kalu, direkt villant előre, hogy még, hogy ne a Shennel kelljen még a megérkezés után, tehát hogy ilyen teljességében látják ezeket a csapatharcokat, és igen, tudnak ők is hibázni egy-egy elpozicionálással, vagy egy késői visszahazatéréssel, de ettől függetlenül a Cliktek csapata nagyon erősnek tűnik. A Greek Regionesis ellen leszek majd nagyon kíváncsi, hogy ők mit fognak játszani. És akkor szerintem érkezzünk is lassacskán majd a harmadik mérkőzésünkbe, illetve a következő mérkőzésünkbe, ahol ugye már a Team Horizon Reaper csapata fog játszani. Semmiképpen sem maradjatok le, ide szurkolni a magyaroknak.